Kedves testvéreim, egy olyan történeten szeretnék gondolkodni veletek, amely régóta foglalkoztat. Egy történet, amely a tanítványok egyikéről szól, de amely a mi életünkben is, majd meglátjátok, úgy hiszem, hogy behelyettesíthető, ami a mi életünkben is talán vissza-vissza köszön. Tamás megnyilatkozásáról és lelkületéről olvasunk majd, és ennek a hátterén gondolkodunk el hitről, hitetlenségről, kételyről. Talán Tamás azok közé, a tanítványok közé tartozik, akikről kevesebbet szoktunk szólni. Ugye a három fő tanítvány, akiről több igehirdetést hallhatunk, az Péter, János és maga Júdásnak a személye, és vannak úgymond talán jobban a perifériára szorult tanítványok, akik nem annyira a figyelmünk középpontjába vannak, holott ők is átgondolásra méltók és hasznosak, úgy gondolom. A hitetlenség szó, attól egy picit visszariadunk, tartunk, és ezt a kifejezést kevésbé alkalmazzuk magunkra, inkább azokra az emberekre, akik Isten nélkül élik az életüket. És a kételkedés szóval talán jobban szóba állunk, úgy gondoljuk, hogy ez olyan dolog, ami még belefér a mi hívő életünkben is, és amely talán sokszor meg is nyilatkozik a hétköznapi vallásunkba. Majd meglátjuk, hogy szétválasztható ez a kétféle lelki magatartás. De előtte gondoljuk át, hogy a Szentírásban hol találkozunk Tamással, milyen feljegyzéseket olvashatunk róla. Itt csak említeném az igéket, de otthoni tanulmányozásra érdemes. János evangéliuma 11. részében találkozunk azzal a történettel, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, Galileába időznek, és azt mondja a tanítványainak, hogy hát Lázár, a mi barátunk, elaludt, és hogy elmegyek, hogy felköltsem őt. És a tanítványok azt mondják Jézusnak, hogy hát most akartak nemrég téged Júdeába megkövezni, és miért akarsz oda menni? És akkor Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy Lázár meghalt, és örül, hogy nem volt ott, és most ő készül igenis Júdeába. És erre Tamás nyilatkozik meg, azt mondja, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Talán ha csak ezt a mozzanatot olvassuk, akkor ezt egy kicsit inkább Péternek tudnánk be, ezt a lángra lobbanó, hirtelen mondom, egy kicsit ilyen hősködő megnyilatkozás, ami itt Tamásból jön. Ez az egyik megnyilatkozásról, amit olvashatunk. János evangéliuma 14. részében pedig a búcsú beszédekben Jézus arról beszél, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, és hogyha nem lenne, akkor ő megmondta volna, de most elmegy, hogy helyet készít az övéinek, és hogyha elmegy és helyet készít, akkor majd ismét eljön, és magához veszi az övéit. És ekkor mondja Jézus, hogy hova megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. És erre Tamás megszólal, hogy Uram, nem tudjuk hova megy, mi módon tudhatjuk azért az utat. És erre Jézusnak ez a jól ismert megnyilatkozása, szava hangzik el, hogy mondanékik Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ugye Jézus milyen sokszor próbálta kinyilatkoztatni az övéinek, tehát magának az embereknek is, de legfőképpen az ő szűkebb tanítványi csapatának, hogy hova készül, hogy mi az az út, amit ő most bejár, és hogyha elvégezte az ő szolgálatát, akkor visszamegy az atyához. És itt, minthogyha
Tamás olyan értetlenkedő, nehéz fejű megnyilatkozása lenne, hogy hát nem tudjuk. Amikor ezt az ígét olvastam, akkor Pál apostolnak egy másik igéje jutott eszembe, hogy minthogyha itt még Tamás tejnek italával kellett volna táplálni, mert még azon a szinten volt. Hogy olyan sok minden áldást kapott már, és annyi ismeretet és világosságot, és mégis, minthogyha megrekedt volna valami alapszinten. Talán ismerős ez is a mi életünkben is. És legfőképpen, amit szeretnék is felolvasni, János evangélium a 20. részéből, ez lesz a mostani alapígénk, János evangélium a 20. részéből, a 19. verstől a 29. versig olvassuk az ige szakaszt. És itt Tamás mind még jobban megnyilatkozik ebben a történetben. Mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva vannak, ahol egybegyűltek, vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondanékik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsájtattak azoknak. Akikéjét megtartjátok, megtartatnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött a Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat, ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsájtom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsájtom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent valának az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta nékik, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felelt Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Mondta néki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ugye ez az ige szakasz. Tamás megnyilatkozásában a sértettségről tesz tanúbizonyságot, a kételkedéséről, az önérzetéről. Itt maga az ige szakasz is megemlíti Tamás nevét, ami azt jelenti, hogy Tamás, aki kettősnek mondatik, jól tükrözi azt a magatartást, azt a kettősséget, amely Jézushoz kötötte őt. Hogy egyrészt nagyon ragaszkodott az ő mesteréhez, ugyanakkor hitetlenségeit és kételjeit is kifejezte. Ha a tanítványokat gondolnánk át, hogy milyenek is voltak a tanítványok, akkor azt láthatjuk, hogy Jézus nem tökéletes embereket hívott el az ő követőiül. Úgy gyűltek ők össze különböző hibákkal, rosszra való hajlamokkal, amelyeket örököltek, vagy amelyeket szereztek. Krisztus nem bukott angyalokat hívott el, és azokat bízta meg az ő szolgálatával, hanem,
hanem olyan embereket, akik képviselhetik az ő üzenetét, szintén olyan embereknek, akik küzdenek a bűnnel, a kísértésekkel. Tehát tanítványok közül Tamás is egy ilyen ember volt. A mesternek a tanítványaiért való fáradozása szeretetből fakadt, és ezt láthatjuk itt ebben az eseményben is, amelyet felolvastunk. Jézus nem hagyta itt sem az ő gyermekeit bizonytalanságban. Ugye olyan sokszor figyelmeztette őket a bekövetkező dolgokra. Felsorolhatnánk a Szentírásba, összegyűjthetnénk, hogy hányszor jelentette ki az utolsó eseményekhez közeledve, mind világosabban, mind nyíltabban, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és ott a főpapok kezébe fog adatni, és hogy fog ő halált látni. És minthogyha a tanítványok teljes tompa elmével fogadták volna, nem értették meg ezeket az eseményeket, és így eléggé váratlanul is érték a bekövetkező dolgok őket. Jézus mégsem, talán nem jó ez a szó, de nem torolta vissza, nem mondta azt nekik, hogy na hát én előre figyelmeztettelek titeket, most így álltok a levét, hogy nem figyeltetek oda, amit én kinyilatkoztattam. Olyan szép, hogy a Szentírásban ezt olvashatjuk, hogy azon a napon, tehát a feltámadás napján Jézus megjelent az övéi között. Kinyilatkoztatta magát nekik, nem hagyta őket sokáig bizonytalanságban. A többi tanítvány, feltetjük ezt a kérdést, mivel volt különb, mint Tamás? Tamás, aki nem hiszi el, amikor a tanítvány társai elmondják, hogy igen, te most nem voltál itt közöttünk, de a mester megjelent, és láttuk, és bizonyságot teszünk róla neked. Valahol a többi tanítvány hitese volt különb, mint az övé. Ezt is csokorba gyűjthetjük, hogy a feltámadás után hányszor hallották a jó hírt, az örömhírt. Az asszonyok jelentését olvashatjuk Lukács evangélium a 24. részében, amikor mennek a tanítványokhoz, és elmondják, hogy hát üres volt a sír, és mi csak angyalokat találtunk ott, amelyek feltették a kérdést, hogy miért keresitek a holtak között az élőt, és örömmel mentek, és tanúbizonyságot tettek a tanítványoknak, hogy a mester él, feltámadt. Utána ment Mária, aki személyesen találkozik Jézussal, aki hallja az ő szeretetteljes hangját, hogy Mária, és megismeri őt. És elhat ez a bizonyságtétel is a tanítványokhoz. Péter és János is üres sírt talál csupán, azokkal a bizonyságokkal, amelyek szintén arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a mester él. És közben jönnek vissza az emmausi tanítványok is, mert ők is találkoztak egy idegennel, aki így külsőleg idegen volt számukra, de amiket mondott, az zene volt a lelküknek, öröm volt minden rezdülése, és akit ott a kenyér megszegésénél fel is ismernek. Mennyi bizonyság. Itt már nem arról van szó, hogy mondott valaki valamit, hanem nyilvánvaló bizonyságok. És nem vagyunk sokszor úgy, hogy valami rossz hírt, ami valós, de el akarunk utasítani magunktól. Nem akarja befogadni az elménk, a szívünk, mert annyira rossz, és nem akarunk szóba állni vele. És a jó hír után pedig úgy vágyakozik a lelkünk, hogy vajha valóság lenne. És itt egy jó hírt hallanak a tanítványok, és mégis mi nehezen fogadják be a lelkükbe. És János evangélium a 20. részéből, ahogy olvastam, a 19. és 20. vers csak ezt mondja el a tanítványokról, hogy mikor este volt azon a napon, a hétnek első napján, amikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus és megállt a középen, és mondanékik, békesség néktek.
és ezt mondván megmutatta nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják az Urat. De Lukács evangélista egy kicsit bővebben írja le a tanítványoknak, az ott lévő tanítványoknak a magatartását is, és ezt Lukács evangélium a 24. részében találjuk meg. Tehát Lukács evangélium a 24. részéből a 36. verstől a 40. versig olvassuk. És mikor ezeket beszélék, megáll a maga Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig, és félvén azt hívé, hogy valami lelket látnak. És mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem. És lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. És ezeket mondván megmutatá nékik kezeit és lábait. És utána azt mondja, hogy mégis az öröm miatt még mindig valahogy nem hívének, és mondja nekik Jézus, hogy gyermekeim, van-e valami ennivaló, és amikor megtöri a kenyeret, leül, akkor bizonyosodnak meg, hogy tényleg a Mester van közöttük. Tehát azt látjuk, hogy itt maga Jézus mondja a tanítványoknak, hogy gyertek, lássátok meg. Szinte ő ajánlja fel azt, amit utána Tamás hitetlenségében fogalmaz meg. Most maga Jézus mondja a gyermekeinek, hogy nézzétek meg a kezemen a sebeket, az oldalamon, és ne legyetek hitetlenek, hanem hívők. Tamás nem volt ott. Nem tudjuk miért. Miért volt bűn, hogy ugyanazt a bizonyságot szerette volna akkor önmaga számára, ami a tanítványoknak megadatott? Mi emberek nem tudjuk, hogy hol van az a határ, amikor azt mondja Isten, hogy adok bizonyságot, és innen hinned kell. Csak ezt kell nekünk is egyre inkább gyakorolni, a hitet. Tamás, és ezt Ellen White írja Jézus életében, hogy Tamás nem akart testvérei szemével nézni, vagy egy olyan hitet gyakorolni, amely az ő bizonyságtevésüktől függött. Ő nem akart, ő elutasította ezt magától. Ő nem akart a többiek szemével nézni. Ő neki saját magának kellett bizonyság, és ezt kérte utólag számon. De hogy is van ez akkor az Isten gyermekei számára? Hisz ma nem jár közöttünk a Mester. És mégis János apostol nem az evangéliumokba, hanem az ő levelébe fogalmazza meg, hogy ő milyen bizonyságot hagyott hátra. János apostol első leveléből olvassuk az első rész, első 4 versét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek ígéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál van, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. Tehát itt az apostol megfogalmazza azt, hogy Isten ugyanolyan bizonyságot hagyott hátra, azok számára a gyermekeinek, akik majd nem látják őt nyilvánvaló módon. Akik nem láthatják az ő sebeit, akik nem bocsájtkozhatnak bele az ő ujjaiba, az ő oldalába, de akikről mégis azt mondja, hogy mi szemléltünk, kezeinkkel illettünk, és erről teszünk nektek tanúbizonyságot, hogy ti is higgyetek. Tehát ez az ige bizonysága annak, hogy Isten hátrahagyott annyi olyan tanítást,
annyi olyan bizonyságot magáról, hogy mi nem bújhatunk ki annak a felelőssége alól, hogy hiszünk-e vagy sem. Számunkra is adatot, mi is így szemlélhetjük az élet igéjét, mintha látnánk, mint ahogy Pál apostol mondja, hogy mintha közöttetek feszítetett volna meg. Tehát amikor kézbe vesszük a Szentírást, és nem megszokottan, hogy ezt a történetet már oly sokszor olvastam, hanem vágyakozó lélekkel, akkor az Isten így szólhat hozzánk, így mutathatja meg nekünk önmagát, mintha mi közöttünk járna, és nekünk mondaná el az élet igéit. És hogyha a világ ma is Tamás példáját követné, akkor tulajdonképpen senki nem juthatna el az üdvösségben való hitre, mert mindazok, akik ma fogadják el Krisztust, mások bizonyságtétele útján teszik ezt. Az íge által, és egymásnak elmondott bizonyságtételeink által. De mennyire megnyilatkozik az ősbűn Ádám óta mindannyiunk életében? Ugye ott is mi volt a bűn? Sátán munkája nyomán az ember megkérdőjelezte, és mit? Én így próbáltam felépíteni, hogy Isten szavát, igazmondását, tekintélyét és személyét. Tehát amikor mi nem hiszünk el valakinek valamit, akkor nem csak azt az adott szavát nem hiszük el, hanem egyáltalán az ő megnyilatkozását, beszédét, megkérdőjelezzük a tekintélyét, hogy hiteles-e számomra az az ember, és elutasítom őt valamiképpen, mert a személye nem hiteles, tehát magát a személyét is visszautasítom. Talán sokszor nem gondoljuk ezt végig, amikor kérdésként merül fel, hogy miért volt ez olyan nagy dolog, hogy az első emberpár szóba állt a kísértővel, és amikor azt mondta, hogy hát csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek, akkor ők szóba álltak a kísértővel, és tovább gondolták azt, és engedtek a kísértésnek. Mert valahol, amikor az ember megkérdőjelezi a másik szavát, akkor azt a szemét is megkérdőjelezi. Az sem lesz hiteles számára. És ezért nagyon fontos, hogy mi kiben és miben kételkedünk. Mi emberek talán sokszor kételkedünk egymásban, meginog az egymás iránti bizalmunk. De hogyha az Istenben kételkedünk, ha az ő kinyilatkoztatott szava kérdés számunkra, hogy tényleg igaz-e, vagy kérdés, hogy az én életemben megvalósul-e, akkor érdemes tovább gondolni, hogy akkor valahol gond van az életünkben. Egy nagyon érdekes idézetet olvastam, és ezt szeretném most felolvasni nektek, egy nagyon tömör megnyilatkozás. Amikor Istenben kételkedünk, akkor két dologban kételkedünk. Vagy a hatalmát, vagy a szeretetét kérdőjelezzük meg. Vagy abban kételkedünk, hogy segíteni tud, vagy abban, hogy segíteni akar. Az elsőben kételkedni nevetséges, mármint hogy van-e hatalma arra, hogy segítsen. A másodikra gondolni képtelenség, tehát amikor a szeretetét kérdőjelezzük meg. Mégis újra, meg újra megtesszük mindkettőt. Tehát kételkedünk az ő hatalmában, és kételkedünk az ő szeretetében. A hitetlenséggel kapcsolatban és a kételkedéssel kapcsolatban keresve érdekes idézeteket találtam a Jézus életében, hogy hol is indul meg a kételkedés az emberi szívben. Például a názáretiekkel kapcsolatban az van feljegyezve, hogy midőn egyszer már lábra kapott a hitetlenség közöttük, és az folyamatosan befolyása alá vonta a többieket és önmagukat.
Tehát ez uralta, ez a hitetlenség, hogy egyszer kimondtak egy szót, és ez a szó visszahatott rájuk. Ez a hitetlenség uralta az egész magas tanácsot, a zsidó népet. Hogy valamit nem hittek el, kimondták, és ezt utána már sértette volna az ő önbecslésüket, vagy mások személyében, mások szemében az ő személyüket alásta volna beismerni, hogy tévedtem, rosszul gondoltam, nem jól ítéltem meg Jézus személyét. És egy ilyen alapvető dolog indította meg a zsidó népnek a hitetlenségét, amely teljesen Jézus elvetéséhez vezetett. A Jézushoz vezető út című, tehát a Jézushoz vezető út könyvből is olvasnák egy gondolatot. A kételkedésnek minden szava meghívó Sátán kísértései számára. Megerősíti bennetek a hitetlenség iránti hajlamot. Ha Sátán kísértiteket, a kételj vagy hitetlenség egyetlen szavát se ejtsétek ki. Ha sugalmazásait meghalljátok, bizalmatlanság és lázadó gondolatok támadnak szívetekben. Ha érzelmeiteket kifejezésre juttatjátok, akkor a kételj minden szava nem csak magatoknak árt, hanem olyan magvetés lesz, amely mások szívében is gyökeret ver és mérges gyümölcsöt terem. Tehát ahogy szoktuk mondani, hogy a kimondott szó hatalom. Akár jó, akár élet illata életre, akár halál illata halálra. És ha kételyt mondunk ki, akkor nem csak a hallgató szívébe fogalmazzuk meg, és fúrjuk bele a kételynek a csíráját, hanem az a kételj önmagunkra is visszahat. Amikor mi megkérdőjelezzük, ahogy az előbbi idézetben olvastam, vagy az Isten szeretetét, vagy az Isten hatalmát. Tamás szerette Urát, de megengedte, hogy a féltékenység és a hitetlenség vegye birtokába gondolatait és szívét, pedig bőségesen adatott számára a tanú bizonyság, hogy ki az, akiben hinnie kell. Bőségesen kapott bizonyítékokat arról, hogy Jézus feltámadott. Szívét azonban továbbra is a hitetlenség homálya töltötte be. Hiúságát pedig sértette az a gondolat, hogy mestere az ő személyének a kivételével az összes többi tanítványának már kijelentette magát. Azért elhatározta, hogy a halott történeteket nem hiszi el. Egy egész héten át merengett saját nyomorúságán, amely egyre sötétebbnek látszott, ellentétben testvérei reménységével és hitével. Ezt a Jézus életében olvashatjuk. Tehát egyrészt bőséges bizonyságát kapta annak, hogy igaz és valóság az a hír, amit a többiek mondanak, mégis a hitetlenség homálya telepedett egyre jobban rá. És ugye a bűn az általában nem jár egyedül, valahol összekapaszkodva van a lényünkbe az egyik rossz dolog a másikkal. Úgy olvassuk, hogy a hiúságán fogott, talált fogást Sátán, mert annyira bántotta, hogy az összes többi tanítvány ott volt, és lehet, hogy többször végig gondolta, hogy de miért nem akkor jelent meg, amikor ő is ott volt. És ez annyira nagy csorba volt a hiúságán, hogy itt már tudatos lépéseket hozott. Ugye van az, amikor csak jön az érzés, jön a gondolat, és ott van a felelősségünk, hogy szóba állunk-e azzal, vagy nem. Elrepül-e a fejünk felett a gólya, vagy fészket rak rá. És itt úgy tűnik, hogy Tamásnak egyre inkább kezdte kiépíteni a fészket a fején. Az a gondolat, hogy elutasítja, nem lehet igaz. És miért? Miből látjuk ezt? Elhatározta, hogy a halott történetet nem hiszi el. Tehát amikor tudatosan szembe helyezkedik az örömhírrel, a jó hírrel.
amikor ha másból nem, akkor abból leszűrhette volna, hogy a lehajtott fejű, lógó orrú tanítvány testvérei, akik még pár órával ezelőtt sírtak, és teljesen kilátástalan volt számukra a jövő, ugye úgy olvastuk, hogy bezárkódtak a zsidóktól való félelem miatt, tehát teljesen ködös volt az ő további életük, sorsuk, mi lesz. Most, ahogy egy másik helyen olvashatjuk, hogy kizendült közülük az ége, kizendült az az öröm, amely most az arcukra íródott, hogy feltámadt az Úr, hogy megjelent, hogy közöttünk volt. És mégis ő elhatározta, hogy nem hiszi el ezt. És milyen nyomorúságos is az ember. Egy egész héten át merengett saját nyomorúságán, amely egyre sötétebbnek látszott, ellentétben testvérei reménységével és hitével. Ezt ma úgy mondanánk, hogy nyalogatta a saját sebét. Nem-e vagyunk így mi is? Amikor megengedjük, hogy közénk és a Mester közé nőjön fel, ékelődjön be olyan érzés, lelkület, amely nem összeköt, hanem elválaszt. Tapasztalatból ismerjük, hogy milyen ez, ha ember és ember között jön létre. Mert ahogy már említettem, mi emberek csalódhatunk egymásba. Talán megkérdőjelezzük a másiknak a személyét. Talán volt a másikkal szemben negatív érzésünk, gondolatunk, és lehet, hogy az a másik már rég túl van azon a lelkületen, és a Jóisten kigyógyította, de a mi lelkünket még mindig csak nyomja az a negatív érzés. De magával az Istennel szemben, hogy engedhetünk meg kételkedő gondolatokat és érzéseket? Szeretnék megosztani veletek egy tapasztalatot. Meglátjátok majd belőle, hogy nem dicsekvésre méltó a történetem, és a történetben legfőképpen az én hozzáállásom. De amikor olvastam Tamásnak a megnyilatkozását és ezt a lelkületét, akkor annyira magamra ismertem. Most egy héttel ezelőtt utaztunk haza Telkibányáról szüleimtől, és mivel a lányok egy nappal hamarabb eljöttek barátainkhoz, így mi Zsolcán találkoztunk össze, az ő vonatuk és az én vonatom. Én leszálltam, és vártam az ő vonatukra. És meg volt beszélve, hogy ők majd kinéznek az ablakon, és integetnek, hogy hol kell felszálljak. És bejött a vonat, és én nem láttam őket, és egyrészt olyan állomás, hogy nincs peron, kiépített peron, alig lehet leszállni, alig lehet felszállni, nagy nehezen felcihelődtem. És mint ahogy itt Tamás történetében is itt van, hogy egyetlen egy kis mozzanaton beindul az embernek a rossz érzése, negatív érzése, ugye én is vártam örömmel, hogy találkozunk, és itt pillanat alatt felülkerekedett az a rossz érzés, hogy nem voltak képesek kinézni az ablakon. Most hol keressem őket? Nem volt olyan hosszú maga a vonat, de elindultam előre, közben ők rám telefonáltak, hogy az első kocsiba vannak, de mire én odaértem hozzájuk, addigra bennem dúlt-fúlt sajnos az indulat, a rossz érzés, hogy erre se voltak képesek. Holott később megtudtam, hogy ők néztek, vagy integettek, csak valószínű akkorra már a vonat elhúzott, tehát nem láttuk egymást. És szégyen nem szégyen, el kell mondjam, hogy elég hosszú időnek el kellett telni, jó pár percnek, míg feloldódott bennem ez az érzés. Tehát mennyire emberek vagyunk, mennyire Sátán által megkísérthetők vagyunk, amikor engedünk a kételkedésnek. Amikor nem gondoljuk végig, hogy most a másik magatartására nekem így kell viszonyulnom. Amikor sokszor félreértések vannak ember és ember kapcsolatában.
amikor régen túl kellene tenni magunkat, vagy az első pillanatban a csirájánál elkapni és felfohászkodni az Istenhez, hogy na ez nem az az érzés, ami most bennem van, ami tőled jövő, Uram, és segíts nekem úrrá lenni ezen. De amikor mi engedjük, hogy mind mélyebbre és mélyebbre jussunk, amikor elkezdjük nyalogatni a saját sebünket, mint akkor én, és azért is szégyellem elmondani ezt a történetet, mert hogy annyira apróság volt, és mégis az embert olyan mélyre tudja húzni. Ennyire emberek vagyunk, és ennyire tudunk sátán horgára felakadni, ahelyett, hogy rögtön ahhoz az Istenhez kiáltanánk, aki szabadulást akar nekünk adni, aki ki akar bennünket emelni a mi emberi természetünkből, és sokkal inkább önmagát akarja rajtunk kirajzolni és láttatni. Ugye Tamás példáját szemlélve láthatjuk, hogy az ő hitetlensége az önérzetével kapcsolódott össze. De mi más segít még bele minket is, akiket azt mondja az írás, hogy a bizonyságoknak oly nagy fellege vesz körül, és mégis meggyengül a hitünk, kétségbe esünk. És itt én csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni, bizonyára csokorra valót tudnánk összegyűjteni. De meggyengül a hitünk, hogyha arra várunk, hogy a kétség minden oka eltávolítassék az utunkból. Ha csak úgy akarunk hinni, hogy tulajdonképpen nincs szükség hitre. Olyan különös az a megnyilatkozása a zsidóknak, amikor átélik azt a csodát, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret és a halat, látják a csodálatos átkelést a tavon, a tanítványoknak hírét veszik, és önmaguknak is többeknek tapasztalata van a viharról, és másnap találkoznak Jézussal, és felteszik a kérdést neki, hogy hát mutass nekünk jelt, és majd hiszünk neked. Nem sokszor így vagyunk mi emberek, hogy csak a láthatókra akarunk építeni, és a láthatatlanokra nem? Hogy ott van a sok bizonyság, a bizonyságoknak oly nagy fellege, és tulajdonképpen nekünk nem hitre van szükségünk, hanem mi csak a láthatókat akarjuk bevenni és elfogadni. És hogyha a láthatókra, amelyek helyzetekben magas hegyként tornyosulnak előttünk, ha csak azokra nézünk. Ugye mindnyájunkra jellemző lehet a lelki csüggedés és elvakultság pillanataiban ez. Gondolhatunk egy Illésre is, aki átéli az Istennel a magas csúcsot, és ott van a mélyben egyedül, és fut a királynő fenyegetése elől, és sok-sok példát hozhatnánk a történetből, a Bibliából, és saját magunk életéből, hogy megy ez végbe egyik pillanatról a másikra, hogy az Istennel szerzett tapasztalatok magas csúcsáról hirtelen lent vagyunk valahol a mélybe, és csak a hitetlenség az, ami áthat bennünket. Vagy ha Isten szavának korlátozásai büszke, bűnös szívünknek ellenszenvesek, akkor is a mi hitetlenségünket növeljük. Ha nem akarunk engedelmeskedni neki, és ezért a tekintélyét kétségbe vonjuk. Ha valahol a kislábújunkra lép az íge, ha megmutatja a mi önző mi voltunkat, és ezért inkább, mivel nem akarunk szóba állni vele, hogy tényleg ilyen vagyok, ezért elutasítom őt, ezért hitetlenné válok vele szemben. Bizonyára ti magatok még több mindennel tudnátok megpótolni ezt a néhány gondolatot, de befejezésül inkább azt vigyük magunkkal, hogy mi az, ami hitünk növekedését szolgálja. Mi az, ami megerősít bennünket az Istenben. Egyrészt, hogy jobban megismerjük a Szentírást.
hogy többet kutassuk azt, és legyen valós táplálék számunkra az élet igéje, hogy naponta éljünk azzal, mert amit tegnap megettünk, az mára már nem elégséges számunkra. János evangéliuma 20. részében a 27. verset így olvashatjuk, hogy azután mondta Tamásnak, hozz ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozz ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Amikor olvastam már többet szerre ezt az ígét, akkor egyszer csak azt kezdtem érezni, hogy Isten itt szól ezen az ígén keresztül nekünk is, akik nem fizikailag tudjuk ezt megtenni, hogy szemléljük őt és ujjainkat belébocsátjuk, hanem hogy valahol ilyen szoros közösségünk kell legyen az ígével, így kell őt szemléljük, és így kell őt meglássuk az Isten szaván keresztül, és akkor nekünk is erőt fog nyújtani az ő jelen valósága az életünkbe. Növeli a mi hitünket, ha visszagondolunk a megpróbáltatásokra. Hogy szintén a Jézushoz vezető útban olvashatjuk, hogy mennyi erőt nyújt nekünk az, ha visszagondolunk, ha Isten jó téteményeinek bizonyságaira gondolunk, mint hatalmas emlékoszlopokra, amelyeket az Úr velünk cselekedett, hogy megvigasztaljon és kimentsen a pusztító kezéből. Legyenek állandóan élénken emlékezetünkben a kegyelem meg annyi tanújelei, amelyekkel Isten bennünket elhalmozott, a könnyek, amelyeket felszárított, a fájdalmak, amiket lecsillapított, a veszedelmek, amiket elhárított, a szükségletek, amiket kielégített, és az áldások, amelyeket ránk árasztott. Ezek erősítsenek zarándoklatunk hátralévő részén. És nem utolsó sorban olyan dolgokról beszéljünk, amelyek lelki erőt, életet árasztanak. Ne engedjünk a hitetlen megnyilatkozásoknak. Ne engedjünk az olyan beszédbe való beleegyedésnek, amely elbátortalanít bennünket és elhitetlenít. És ha önmagunk számára fontos, hogy hogyan növeljük a hitünket, vagy hogyan tudja Isten bennünk növelni, akkor mennyire fontos, hogy felelősséget érezzünk mások iránt is. És másokat pedig nem az érveinkkel fogunk meggyőzni. Ne gondoljuk azt, hogy meg kell tanuljunk jobban érvelni ahhoz, hogy megteljen a mi házunk, megteljen a mi gyülekezetünk, és többen üljünk itt szombatonként. Ne gondoljuk azt, hogy logikusabban kell csupán gondolkodni ahhoz, hogy az embereknek bizonyságot tudjunk Istenről tenni. Sokkal inkább más hiányzik az életünkbe, és ez az idézet álljon itt befejezésül. Tamás iránti magatartásával Jézus leckét adott követőinek. Krisztus példája azt mutatja meg nekünk, hogy miként kell kezelnünk azokat a testvéreinket, akiknek gyenge a hitük és kételkednek. Jézus nem tett szemrehányást Tamásnak, vitába se szállt vele. Jézus egyszerűen megmutatta magát a kételkedőnek. Tamás a legészszerűtlenebbül viselkedett, mikor ő írta elő hite feltételeit. Jézus azonban nagy lelkű szeretetével és tapintatával lerombolt minden akadályt. Sokan azok közül, akik áldozatul esnek kételkedéseinek, mármint sátán kételkedéseinek, azzal mentegetik magukat, hogyha nekik lett volna annyi bizonyítékuk Jézus feltámadásáról, mint amennyit Tamás kapott tanítványtársaitól, akkor elhitték volna, hogy feltámadott az Úr.
Nem veszik észre, hogy nem csak ennyi bizonyítékot kaptak az Úr feltámadásáról, hanem sokkal, de sokkal többet. Sokan azok közül, akik Tamáshoz hasonlóan arra várnak, hogy a kétség minden okát eltávolítsák útjukból, sohasem fogják megérni kívánságuk teljesülését. A hitetlenséget ritkán lehet érveléssel legyőzni. Érvelésre a hitetlenség még inkább önvédelembe rendezkedik be, és mindig talál a maga számára új támpontokat és mentségeket. Ha azonban Jézust, a szerető, irgalmas és megfeszített üdvözítőnket mutatjuk be, akkor sokan, akik őt valaha megtagadták, majd Tamással együtt vallják: én Uram és én Istenem. Tehát mi a mi feladatunk, küldetésünk, tanítványságunk? Azt, hogy mi saját magunk minél többet szemléljük őt, és ez a szemlélés átváltoztat bennünket dicsőségről dicsőségre már most. És ha ezt a szerető Isten szemlélve mutatjuk be embereknek az utat, magát, Jézus Krisztust, akkor valósulhat meg, hogy Istennek mind több és több gyermeke lesz ezen a földön. És a hitetlenség növekedése nem fogja hitetlenné tenni ezeket a lelkeket, hanem egyre inkább ők is Istennek szentelik életüket. Adja ezt Isten mindannyiunk lelkébe, és amikor a mi életünkben is valószínű vannak viharok, Sátán megtámad és megkísért bennünket, és hitetlenné, kételkedővé akarja tenni a mi szívünket, amikor megkérdőjelezzük, hogy hol van, miért nem nyilatkozik már meg, miért enged még sok-sok mindent meg az életünkbe, akkor ne engedjünk ezeknek az érzéseknek, gondolatoknak, hanem rejtőzzünk el annak a szeretetébe, aki már olyan sok bizonyságát adta nekünk. Úgy gondolom, ahogy felolvastam, hogy mennyi bizonyságuk volt a tanítványoknak. Nekünk nincs, nem csak a Biblián keresztül, hanem a saját életünkben is. Nincsenek tapasztalatok, nincsenek veszedelemből kimenekedett tapasztalataink, nincsenek könnyek, amelyeket felszárított, ahogy Ellen White is írja. Nincs mire visszagondolnunk és erősödnünk. Adja jó Isten, hogy világítani tudjunk, és tényleg róla beszéljen, ne csak a szavunk, hanem az egész életünk is. Amen.